Nagy tisztelettel köszöntöm a sajtó megjelent munkatársait. Magyarországon, hogy mennyi vendégmunkás tartózkodik, arról nem szoktak konkrét statisztikákat közölni velünk, azonban óvatos becslések szerint is 100-200 ezer között van már a létszámuk. Most azonban részadatokat a KSH közölt, és kiderült, hogy minden eddiginél több vendégmunkás 10 000-vel érkeztek Magyarországra tavalyi évben, Kirgizisztánból, Fülöp-szigetekről, Vietnámból. És azt kell látnunk, amiről már régóta beszélünk, hogy egy tömeges elbocsátási hullám indult el, amely magyarokat érint, hogy helyükre vendégmunkások érkezzenek. Tudunk konkrétan olyan esetekről, hogy a globális nagyvállalatoknál felvesznek magyarokat, és 3 hónapos próbaidő lejárta előtt kirúgják őket, és helyükre vendégmunkások érkeznek. Tudunk olyan esetről is, hogy egy ilyen gyár úgy kap állami támogatást, hogyha vállalja, hogy 51%-ban magyarokat alkalmaz. Ez papíron így is van, csak hogy ez nem vonatkozik a munkaerő kölcsönzött dolgozókra, és így már jóval magasabb a vendégmunkások aránya. Gyakorlatilag ez egy csalást. Erről természetesen, ha mi tudunk, akkor a kormány is tud, és elképesztő, hogy nem tesz semmit, félrenéz. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a kormány, tehát a Fidesz, a munkaerőkölcsönzők, akiket lehet a modernkori rabszolgakereskedőknek hívni, és a globális nagytőke hármas együttműködése, magyar ellenes együttműködése teszi tönkre egyre nagyobb számban a magyar dolgozókat, aminek következtében egyre többen vándorolnak majd ki Nyugat-Európába, és lecserélődik végső soron a magyar dolgozó, és majd később a teljes magyar lakosság. Ráadásul az elmúlt napok híre, hogy a kormány egy saláta törvénybe bújtatva olyan módosítást akar elfogadni, amely már jelentős engedményt tesz. Tehát eddig arról szóltak a hírek, azt mondták, hogy 2 évig maradhat egy vendégmunkás, persze pontosan tudjuk, hogy ez is kijátszható, de most már kiemelt beruházásoknál, mint például a Paksi beruházás, vagy a Belgrád-Budapest vasútvonal esetében, 5 évig is maradhatnak a vendégmunkások, és ami még felháborítóbb, lehetőségük lesz akár a családegyesítésre is. Ez az, amiről mi már régóta beszélünk, hogy kijátszható lesz, engedményeket fog tenni a kormány a globális nagytőkének, és végső soron megszűnik magyarnak lenni Magyarország a következő években, hogyha ez így megy tovább. A Mi Hazánk mozgalom teljes mértékben ellenkezik ezzel a nemzetellenes politikával, és mindent meg fogunk tenni a jövőben annak érdekében, hogy ezt megakadályozzuk.